Ezt tudni kell, hogy mi Keszthelyi Televízióval nem csak Keszthelyen kábelrendszeren, hanem a Balaton keresztúli vízműtornyon van egy adóberendezés. A Keszthelyi Televízió működését ismertette a vendégekkel Somogyi Ákos műszaki vezető. Nem csak a sugárzásról és a műsorokról, hanem elsősorban a technikai háttérről tájékoztatta az Óbudai Egyetem csapatát. A műszaki emberekből álló csoportot a berendezés, a megvalósítások is érdekelték, több kérdést is feltettek. Minden évben járnak kirándulni, ilyenkor felkeresnek egy-egy olyan intézményt, amelyet szakmai szemmel néznek meg. Miután mi ebben a szakmában dolgozunk, vagy legalábbis részben ebben a szakmában dolgozunk, úgy láttuk, hogy egy tévéstúdió meglátogatás az hasznos és a kölcsönös érdeklődésünkre számot tart. A csapat tagjai közül többen próbálták ki a súgógépet, egy kép erejéig szívesen ültek be a híradó műsorvezető székébe. A vendégeket ezek mellett nagyon érdekelte a hangtechnika, a vágóprogramok. Megnézhették azt is, hogy hogyan állnak össze a különböző szerkesztett anyagok, hogy kerül az adásra a felirat. Maga a tévé, ugye amilyen kicsi és kompakt, annyira jól működőnek tűnik. Itt csupa olyan emberre találkoztam, aki érti a szakmát, tehát ugye én a szakmai részét nézem, nem a menedzsmentet, egyebeket. Tetszik az összes berendezés. Hát szerintem maximum működik, én mondhatom azt a jelen körülmények között. A Keszthelyi Televízió előre egyeztetés után folyamatosan tart nyílt napokat. Korábban középiskolások is megismerkedhettek a médium működésével. A cél az, hogy bárkinek lehetősége legyen betekinteni a kulisszák, a munkafolyamatok mögé. Azt gondolom, hogy ez a televízió, ez nem csak a nézőknek van, hanem a kollégáknak is, és ez nem egy olyan médiumot szeretnénk kifelé tükrözni, ami csak a tévéképernyőn és mások számára ismeretlen legyen, hanem olyanokat, hogy megismerjenek belülről minket, lássák, hogy hogy zajlik egy műsornak a készítése. A stúdió látogatások arra is jó alkalmat adnak, hogy gyakornokok is jelentkezhessenek a médiumhoz. Jelenleg is több középiskolás segíti szabad idejében a munkát, akik forgatásokra jár az anyagok elkészítésében működnek közre.